hazugság! Esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük! Kísérleti jelleggel először tavaly szerveztek rendhagyó ünnepi műsort Székesfehérváron. A fiatal színjátszók és a közönség által életre keltett forradalmi eseményekre több ezeren voltak kíváncsiak. Esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Ezért március 15-én újra lesz városunkban interaktív megemlékezés. Közösségi élményt adna. A város polgármestere szerint az a legfontosabb, hogy az ünnep arról szóljon, amiről valójában szólnia kell. Dr. Cserpalkovics András úgy véli, ezzel a műsorral elérhető a cél. A résztvevők úgy róják le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt, hogy közben közösségi élményhez is jutnak. Meg lehet mutatni, hogy mennyit tettek elődeink annak érdekében, hogy mi ma természetesnek vehessük azt, hogy szabadon élhetünk és szabadságban élhetünk. A március 15-i program a hagyományokhoz hűen reggel 9 órától a Megyeházán ünnepi közgyűléssel kezdődik, és lesz József napi vásár is. Újdonság, hogy az árusító helyeken fehérben készült termékekhez juthatnak a Városház térre látogatók. Újdonság idén, hogy a fehér termék program is csatlakozik a József napi vásárhoz és a fehér termékeket. Ezen a napon is bemutatjuk a székesfehérvárieknek. Az interaktív műsort követően felvonulás halad végig az Oskola utcán, majd a Fekete-sas szállónál koszorúzás zárja Fejér megye és Székesfehérvár közös ünnepségét.